Jó estét kívánok, kedves nézők! Megmondom őszintén, hogy én meg vagyok hatva, ugyanis olyan személyi testőreim vannak két gyönyörűséges kutyus személyében, hogy azt gondolom, hogy mindenki számára szívet és szemet gyönyörködtető látvány lesz, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk és figyeljék az eseményeket, meg a kutyusokat is. De mielőtt róluk beszélgetünk, engedjék meg, hogy a játékunk kérdését feltegyük. Két héttel ezelőtt a Szabolcs Néptánc Együttes tagjai voltak vendégeink. Ők többek között arról is beszámoltak, hogy egy emlékestet szerveznek Bíró József Jaffás tiszteletére. A mai játékunkban egy szerencsés nyertes majd erre a bizonyos emlékestre nyerhet egy páros belépőt, és az lesz a kérdésünk, hogy vajon ki rendezte a Sátán Fattya című filmet, amelyet nemrégiben mutattak be a mozikban, és ha figyelik az adást, akkor egyébként az is ki fog derülni, akinek esetleg nem ugrana be elsőre. Úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk, a Facebook oldalunkra pedig írják meg a helyes megfejtést. Nos, hát a vendégeink pihenő állásban itt a stúdióban. Szabó Ágnest nagy szeretettel köszöntöm, aki habilitációs trénerként, kutyakiképzőként érkezett, és hát ugye ez a két gyönyörűség, akik azt gondolom, hogy sok ember életét segítik is, de hogy pontosan mit is jelent ez a fajta hivatás, Ágnes, amelyet te választottál, és egyáltalán hogy lesz valaki habilitációs tréner, kutyakiképző? Azt gondolom, ez egy nagyon messzire nyúló kérdés. Az idő rövidségére való tekintettel, ha nem is a teljes életutadat, de mégis a motivációidat hozd meg velünk. Csikát megkérjük, hogy figyeljen. A véletlen, és akkor ezzel így össze is foglaltam. Teljesen véletlenül kerültem ebbe a szakmába. Sodort az élet, és itt kitöttem ki. Neki, a német juhásznak, Zizinek köszönhető, és jól érzem magam itt. Valóban sok helyre járunk, valóban nagyon sok emberrel találkozunk, és hál' Istennek most már egyre többen meg is ismernek minket. Hát azt gondolom, hogy mindenképpen kell szeretni az állatokat. Ugye az fontos, hogy egy kutyatréner vagy kiképző ne féljen a kutyusoktól, és hát azért mégis egy nagyon erős szociális érzékenység kell, mert alapvetően ez nem egy öncélú dolog. A történet végén ugye az az ajándék, hogyha valakinek az életét szebbé, vagy boldogabbá, vagy talán könnyebbé tudjátok tenni. Mennyi időbe telik, ameddig egy kutyusból olyan jószág lesz, aki valóban képes is erre? Hát egyrészt ez alanya válogatja, tehát kutyája válogatja, de egy év alatt ki lehet képezni minden kutyát. Hiszen a jogszabály is úgy szól, hogy egy éves kort betöltött kutyának lehet először levizsgáznia, ezt a terápiás vizsgát letennie. Ugye a segítőkutyából még nagyon sok fajta segítőkutya van, ők azoknak az egyik képviselője a segítőkutyáknak. Én azt gondolom, az egy dolog, hogy szeretem a kutyákat, és szeretem az állatokat, de borzasztó elhivatottnak és türelmesnek kell lenni. A kutya kiképzés a türelemről és az elszántságról szól. Legalábbis én ezt tanultam meg, hogy akarom, és ők is akarni fogják. Amikor bejöttetek ide a stúdióba, akkor ők szépen végig sétálgattak, felmérték a terepet, majd amikor te ide szólítottad őket, és megmutattad, hogy mit kell csinálniuk, lefeküdni, akkor gyakorlatilag pillanatok alatt ez megtörtént. Hogyha valami nagyon különleges helyzetben, vagy esetleg veszélyhelyzetben vannak, akkor is képesek ezeket az utasításokat megtenni? Hú, ez egy nagyon... Jó kérdés, mert sajnos átéltünk veszélyhelyzetet, sétáltattam őket, hiszen ugyanúgy kutyák, és két komondor megtámadott minket, és tökéletesen viselkedtek. Tehát nem mentek el, körülöttem maradtak, vigyáztak rám, a német juhász elém ugrott, hogy zárta az utat a komondor előtt, Csiga elcsalta a másikat, a labrador, és kijöttünk. Így. Alapvetően mire képzitek ki őket? Nekünk az a célunk, hogy alanyokhoz, tehát elvisszük azokhoz az alanyokhoz, rászorulókhoz a kutyákat, hogy terápiás foglalkozásokat tartsunk.
Ez ugye szocializáció, kognitív fejlesztés, ez mindig egy team munka. Tehát az egy dolog, hogy én itt vagyok a kutyákkal, de teamben dolgozunk, gyógypedagógusokkal, gyógytornászokkal. Ő felállítja azt a fejlesztendő területet, és akivel együtt dolgozunk, és kitaláljuk közösen, elkutyásítjuk a feladatokat, hogy hogy tegyük mellé a kutyát. El szoktam mondani ilyenkor, mikor ezt megkérdezik, hogy amikor fáj egy gyereknek a kéz, nagyon nehéz, ugye sérült, halmozottan sérült gyerekekhez megyünk, akik gyerekek, de lesznek felnőttek. És nekik meg kell az alapvető szocializációt tanítani. Köszönés. Nagyon nehéz. Viszont, ha beteszünk egy motivációt, hogy lehet köszönni, meg kell tanulni a formáját, és utána oda mehetsz a kutyához, boldogan fog oda jönni és kezet fogni, és onnantól rögzül ez a viselkedési forma. Tehát mi egy alapmotivációt teszünk mellé, és az alapján próbálunk tanítani, meg hát nem csak próbálunk, csináljuk is. Ugye ezt ilyen asszertív állatterápiának nevezik, amikor kutyával, lóval, talán még delfinekkel is próbálják a sérült gyerekeket valami felé elvinni, egy-egy fejlesztési területet tulajdonképpen ezeknek az állatoknak a közreműködésével sikerül jobban vagy ügyesebben megcsinálni. És hát ugye gyakorlatilag azért általában a kutya az, amelyik minden gyerekből hát egyrészt ugye jobban megközelíthető, és talán a legkevesebben tartanak a kutyáktól, tehát nincs olyan félelem bennük, vagy más a... Más a tapasztalatom. Más a tapasztalatom. Akkor ez csak a, igen, az olvasmány élmények. Igen, igen. Amikorra már láthatóak ezek az állatasszisztált terápiák, addigra már ugye kialakult ez a kötődés, és onnantól móka kacagás. De nagyon sokszor úgy kezdjük, hiszen egy óvodás csoportba is járok, autista gyerekekhez, ahol az első pár hónap az arról szólt, hogy igen, dolgozni voltak, úgyhogy fáradtak, ahol a gyerekeknek először el kellett hitetni, el kellett fogadtatni a kutyákat, és az egy idő. Utána már jöhet a tényleges munka, de először a szeretetet ki kell alakítani, az elfogadást. Azért, aki nehezen igazodik el a világ dolgai között, az nem biztos, hogy egyből. Van, aki igen, van, aki nem, hiszen sokfélék vagyunk, van, aki fél a kutyától, van, aki nem. Gondolom, hogy az a fajta elfogadás, ami a kutyusokban van a gyerekek irányába, az tanítható, vagy tanítani kellene az embereknek is. Tehát számukra úgy gondolom, hogy nincs sérült gyerek, és nincs más, vagy különböző, tehát ők alapvetően az érzelmeket, a szeretetet érzik elsődlegesen. Ez tökéletes mondat volt, így van. Ők nem ítélkeznek semmi. Tehát ő szerintük, én a legjobb ember vagyok, hiszen én vagyok a gazdájuk, és ők mindenkit, őt olyannak fogadnak el, amilyen. Ha kicsit remeg a kéz, akkor te ilyen vagy, hogy remeg a kéz. Ha nem tudsz felállni a kerekesszékből, akkor te így vagy jó, és ők kihozzák belőlük a legjobbat. Érzékelik, hogyha te nem vagy jó paszban, vagy feszült vagy? Igen. Akkor hogyan változik meg az ő viselkedésük? Nyugtalanok lesznek, és elkezdenek engem figyelni, hogy miben tudnak ők is, tehát lereagálják. És ha mondjuk esetleg sírsz, előfordul ilyesmi, akkor oda mennek, vagy oda bújnak? Igen. Tehát akkor igen, ha beteg vagyok, oda bújnak. Pont decemberben voltam nagyon beteg, és 3 napig az ágyam mellől ott ülve, és ott néztek folyamatosan. Hát ugye vannak... A filmek világában nagyon sok olyan film például, ahol akár éveken át ott vannak, mondjuk azon a helyszínen ott várakoznak, ahol utoljára a gazdájukat látták, tehát azt gondolom, hogy olyan fajta hűségre képesek a kutyák, amik hát sajnos embereknél talán nem tudjuk ezt a fajta érzést soha megközelíteni. Most, amikor bejöttél, ugye láttuk, hogy hogyan fektetted le őket, anélkül, hogy nagyon mocorognánk ebből a díszletből, de mégis a kameráink meg tudják mutatni, esetleg tudsz egy-két olyan dolgot, ami olyan vezénylést, vagy bármi olyasmit, ami a nézők számára is akár látványos lehet, meg tudjuk mutatni. Ugye ők most már itt félig elaludtak, olyan, nagyon jó lehet itt az aurája a Weekend stúdiójának, mert édes, remélem nem annyira unalmas a műsor, fiúk, hogy itt édesded a nászotok, de minden esetre azt látom, hogy biztonságban érzik magukat, tudják, hogy nem kell tőled félni. Vagyis, hogy
téged nem kell tőlünk félteni pontosabban. Így van. Meg is kérjük, Csiga, Csiga, tehát ennyire gyorsan, ülje föl, ott ül, köszönjél szépen, tudom, tudom, ezt nem kértem, nem. Köszön, ugat. Jaj, hangosabban is mehet? Igen, szerintem. Ugat. Az okoskodtam. És közben a társa simán. Persze, mert neki szóltam, ezért viszont, ha dolgoztunk, ezért jár a falat is. Csigát megkérjük, hogy menjen hátrébb, tovább, még tovább, fekszik, ott fekszik. Jó, nagyon ügyes vagy. Zizit megkérem, hogy jöjjön ide. Én hoztam egy kulcsot, mert ugye segítőkutya, akkor segítőkutya legyen, Csiga marad, és megkérjük Zizit, hogy hozza ide-vissza nekem a kulcsot. Az az ügyes vagy. Gyere ide hozzám közelebb, és ott üljél le vele. Nagyon ügyes vagy. Jó. Ereszd el. Köszönöm szépen. Hát isteniek. Nagyon-nagyon cukik. Meg ugye hát azért tudnak ők is sok mindent. Még ugye látszott, hogy Csigát pozícionálni van, amikor még 2 négyzetméter helyen van, és ott kell dolgozzak velük. Nagyon ügyesek. Zizike integessé, hogy pápá, gyere. A-a. Csiga marad. Zizi pápá. Menjél Csiga hátrább, te is tudom, hogy tudod, elnézést fel kell állnám. Csiga megy egy kicsit, ott ül, köszönöm. Zizi pápá, integessél szépen? Az az ügyes vagy, jó van. Hát de szebben is tudod, nagyon az ügyesek az. Voltatok. Nagyon jó, ügyes vagy. Köszönjük szépen, hát azt gondolom egy élmény volt mindenkinek. Mi pedig folytatjuk most a műsort, a múlt hét csütörtökön volt a megyei bemutatója Zsigmond Dezső a Sátán fattya című filmjének. Az alkotás Nagy Zoltán Mihály kisregényéből született, 1944-ben játszódik, a témája a szovjet munkatáborok testi és lelki terrorja. A forgatókönyvet Zsigmond Dezső mellett a Szabolcs megyei Balogh Géza jegyzi, a bemutatón stábunk is részt vett. Én sok-sok helyen készítettem filmet, itt Magyarországon, legfőképpen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, valahogy úgy alakult, de hát a szülő megyémben is, Heves megyében is sokat, másutt is, és valahogy úgy alakult, hogy egyre távolabb mentem, Szabolcs-Szatmárból eljutottam Erdélybe, Erdélyből a Gyimesekbe, aztán ott nagyon sok olyan filmet csináltam, ami nagy nemzetközi sikert adatott, és egy idő után azt gondoltam, hogy Kárpátalján is érdemes körülnézni, és sok filmet csináltam, többek között az Élik az életüket című mozit, ami megint nagy nemzetközi sikert adatott, és a ottani világot, az ottani embereket nagyon megszerettem. És egyáltalán, mert hogy ez egy olyan különös helye a világnak, azt szokták mondani, hogy egy kárpátaljai ember úgy eljutott több országba, hogy a házából ki se lépett, hiszen Csehország, Ukrajna, a nagy Szovjetunió jó ideig természetesen a miénk volt, Magyarország része, és hát lélekben most is az. Milyen forrásokból készült el a film? Kapott-e támogatást? Kaptunk támogatást méghozzá a Gulág Bizottságtól, ez pedig a EMI, a minisztérium, emberi erőforrások minisztériumától kaptuk meg a lehetőséget, méghozzá egy pályázat keretében, pontosan a Gulág pályázat keretében, ahol egyebek mellett néhány filmet is kiemeltek, és a miénk és még egy játékfilm készült, illetve 2 vagy 3 dokumentumfilm. Milyen volt a forgatás, és mennyi ideig tartott? Szerettünk volna egy több évszakos mozit megcsinálni, és ebben a nyíregyházi Sóstó Múzeumfalu nagy segítségünkre volt, és mások is segítették itt. Nagyon megszerettük a Nyíregyházát is. Én 30-40 éve inkább a szatmári kisfalvakat ismertem és szerettem, de most az itteni embereknek az odaadása tényleg, amit a Múzeumfaluban is, de másut is tapasztaltunk. Külön köszönet a Múzeumfalu vezetőjének, igazgatójának és munkatársainak, mert szinte mindent megkaptunk. Ha nekünk ezt fel kell építeni, a filmben ezt a kárpátaljai kisfalut, akkor az horribilis összegbe került volna.
Miért áll közel önhöz ez a téma, a Málenki robotnak a témája? Én azt gondolom, hogy minden megalázott és nehéz sorsú, főleg kisebbségben élő nép és ember sorsa izgat, és mindig is ilyen filmeket készítettem azokról az emberekről, akiknek a kiáltása, sikolya, mint például 1943-44-ben ott Kárpátalján, amikor a Nagy Szovjetunió az utolsó határköveket is letette, és kiderült, hogy a kárpátaljai ember nem magyar ember, hanem szovjet ember. Ennek a népnek a sikolyát sehol nem hallották meg a világban. Ez egyébként a filmben is elhangzik, hogy sem Amerika, se Anglia, senki nem segített, sem Magyarországnak annak idején, furcsa módon 56-ban sem, és magukra hagyták ezt a különösen, mert az ő sorsuk még a magyaroknál is rosszabb volt, hiszen egy elszigetelt kis magyar világ ez, aminek azóta sem könnyű az élete, és hát én úgy tűnik valahogy arra születtem, vagy úgy mozogtam az elmúlt 3-4 évtizedben, amióta ezt a filmes szakmát csinálom, hogy ezeknek az embereknek szeretném a kiáltását, a sikolyát valamilyen módon artikulálni és eljutatni ide, ebbe az országba, Magyarországra és a világba. Milyen volt a forgatás ebben a filmben, a munka? Nekem nagyon jó élmény, és egy nagyon meghatározó emlék maradt ez a 8 hónap az én életemben. Nagyon-nagyon szerettem, egy nagyon szeretetteljes közegben körül családdal alakultunk, nagyon-nagyon megszerettük egymást, mai napig tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy én abszolút boldogan emlékszem vissza erre a 8 hónapra. Mennyire áll közel önhöz a filmnek a témája? Esetleg rokonságban, ismerősök körében volt-e, aki ennek az elszenvedője volt? Messzi rokonságban igen volt, de hál' Istennek ő visszatért a lágerből, és hát egész kislánykorom óta hallottam ezekről a szörnyűségekről, erről az időszakról, mert 10 éves korom óta jártam a Vidnyánszki Éva néni vezette gyerekstúdióba, és ott minden évben méltattuk ezeknek az embereknek az emlékét, úgyhogy felkutattuk a falvakból a megmaradt verseket, és tehát az embereket úgymond, akik akár Nagy Muzsajban, ahol én születtem, akár a környező falvakból. Volt már alkalma korábban filmben szerepelni? Igen, volt. Volt 2 vizsgafilm, és aztán a Szarvassá változott fiúban hát tulajdonképpen a kórusban is részt vettem, és egy kisebb epizód szerepem is volt, de ez volt igazából az első olyan filmes élményem, ahol szinte minden jelenetben benne voltam. Hogyan fogadta a felkérést, amikor Zsigmond Dezső fölkérte őt ennek a filmnek a főszerepére? Hát nagyon boldogan, meghatódva, és nagyon nagy örömmel. Ebben az évben Öcsény mellett Nagy Káló vehette át a Tiszta Forrás Település címet, amelyet 2014 óta minden évben a Magyar Művészeti Akadémia ítél oda azoknak a Kárpát-medencei településeknek, amelyek ezt megérdemlik, hogy ez egészen pontosan hogy is van, és mit kell ahhoz tenni, hogy egy település ezt a kitüntető címet magáénak tudhassa. Arról fogunk beszélgetni vendégeinkkel, Harsányi Gézené Manyikával, aki a Nagykáló díszpolgára címet is megkapta, és helytörténészként jegyzik tulajdonképpen Nagykálóba, és polgármester urat, Juhász Zoltán polgármester urat, aki gondolom, hogy ilyenkor még büszkébb a településére, hiszen nem mindennapi sikernek lehet ezt elkönyvelni. Egyáltalán hogyan kellett erre pályázni, vagy csak figyelik a településeket? Hogyan történt ez a díj? Tulajdonképpen nekünk már ölünkbe hullott a cím, ugyanis nem mi tettünk elsősorban érte, hanem az elődeink, nagykálói őseink. Valamikor az 1600-as években, amikor Kálóvárra 100-nál több szabolcsi települést védett a török és mindenféle más ellenség ellen, ott a várfalak alatt születtek népdalok. Olyan dallamok, amiket a Zenetudományi Intézet, hogy úgy mondjam, a gyűjtők által kapott meg. Nagyon gazdag anyag született Nagykálóban,
ezek az elmúlt századok termései, tehát van olyan dalunk, aminek szabályszerűen, mint a föld rétegek, úgy kitapinthatók az évszázadok alatt hozzátoldódott részek zeneileg vagy szövegben. És ezek a kincsek, ezek megőrződtek, mindenféle apáról fiúra, nemzedékről nemzedékre megtartottuk őket, és tulajdonképpen az igazi nagy gyűjtés az 1900 táján, illetve a 20-as évektől indult meg. Miért? Hát azért, mert 1924-ben a Kálói gimnáziumban is, mint hazánkban annyi helyen, megszólalt először a rádió. És ahogyan a rádió elterjedt, elterjedt egyfajta polgári zene, ez a Schneider Fán ide megmondta, amitől aztán borzolódott a Kodály Zoltán, Bartók Béla és a magyar népdal kincs értékét ismerő tudósok idegzete. Elindult egy hatalmas gyűjtőmunka, egy tudatosabb, mert hiszen sokkal korábban is volt már arany is gyűjtött népdalokat, de akkor aztán elindult egy olyan célirányos, az egész Kárpát-medencét befoglaló nagy gyűjtőmunka, aminek során a mi szerencsénkre még a kezdetben eljutottak hozzánk a nagy gyűjtők, például közülük Kodály Zoltán, gyűjtött még kálói anyagokat Lajta László. Na most 2014-ben a Magyar Művészeti Akadémia, a Néprajzi Múzeum és a Zenetudományi Intézet közösen alapította ezt a díjat, és a négy legnagyobb gyűjtő, Vikár Béla, Lajta László, Bartók Béla, Kodály Zoltán gyűjtését vették, hogy úgy mondjam, nagyító alá, és az ő általuk bejárt településeket olyan módon vizsgálták meg, hogy hol találták, hol írták le, vették föl a legértékesebb és a legbőségesebb zenei anyagot. Kodály Zoltán háromszor járt Nagykállóban, 1921-ben a Szólakakas már kezdetű népdalt írta le, aminek az a csodája, hogy a Kállóban ma is zarándokhelyként látogatott csodarabbi sírja, ugye főszereplője, Taubeizi Kizsák, pásztorfiúként tanulta ezt a magyar népdalt a mezőn, és felnőttként, nagy tudású emberként azt mondta, hogy ez a dal hozta őt vissza lengyelországi, prágai tanulmányai után, és hozzáírt két héber soros versszakot, amivel ma a haszid zsidók a világ minden táján Purimkor ünnepi énekként éneklik. Hát ez sem egy mindennapi sors egy magyar népdal számára. A következő gyűjtő útja Kodály Zoltánnak 1926-ban volt, november 7-én vasárnap, népes kísérettel, múzeumigazgató, újságíró, stb. Érkezett Nagykállóba, amikor lejegyezte a kálai kettős dallamait, a zenéjét, tehát a zenekari kísérletet is, az énekeket és a táncot, ugye nyilván rábízta a táncos szakemberekre. Úgyhogy ez is megtörtént később. Majd 1928-ban egy szatmári gyűjtőútra indult Kodály Zoltán, aminek az elején, ez 1928. július eleje, egy egész hetet töltött Nagykállóba, az épület áll, ahol akkor vendégeskedett, és szatmári gyűjtőútja során a legtöbb 56 népdalt jegyzett le Nagykállóba. Tanítványai és későbbi gyűjtők folytatták a munkát egészen az 1970-es évekig. Na most a címhez, a díjhoz, polgármester úr átvett egy szép nagy fekete márványtáblát, ami tanúsítja, hogy mi tiszta forrás település vagyunk, és azon kívül kaptunk egy emléklapot és egy olyan DVD-t, amin a teljes nagykállói gyűjtés egészen 1921-től a 70-es évekig, filmfelvételek,
kottaképek, tehát kézi lejegyzések és hangfelvételek is vannak. Az elsőket Kodály Zoltán vette fel fonográffal, a többieket pedig később, ugye egyre modernebb technikával a későbbi gyűjtők. Közben az fogalmazódott meg bennem, hogy a tiszta forrást azt tudni kell fogadni, és tudni kell fogyasztani, és hogy igazándiból hogy az ősök tisztelete mellett nagyon-nagyon fontos az, hogy az utódok méltó módon tudják-e ezeket az értékeket, ezeket a kincseket továbbvinni. Hát hallgatva Monikát, gyakorlatilag megelevenedett a történelem, hiszen annyira szépen és valóban szinte tapintható módon megélve tudja ezeket az eseményeket elmesélni, úgyhogy azt gondolom, hogy a kérdésem már nem kérdés, hanem egy válasz, hogy ezért is nagyon méltó helyre került, hiszen ilyen emberek gondozzák ezeket a kincseket. Kik azok, akik még ebben segítik az ön munkáját, hogy gyakorlatilag élő maradjon a történelem ma is? Végül is azt kell mondanom, hogy csapatmunka ez. Tehát lehet, hogy most véletlenül én ülök itt polgármester úr mellett, de mindig is voltak, vannak zenészek, zenetanárok, a zenét élő, táncos élő, hagyományként élő fiatalok. Nálunk gyerek az óvodából nem jön ki, úgyhogy ne táncoljon Kállai Kettőst. Tehát van különböző korosztályból néptánc csoport, és hát tulajdonképpen ez a szívünk csücske. Amikor a 2005-ös évben friss nyugdíjasként kaptam egy olyan feladatot, hogy próbáljunk egy kis helyi muzeális gyűjteményt összehozni, az nem volt kérdés, hogy a felújított kúria első szobája a Kállai Kettős szoba lesz, és tódult az információ, jöttek a képek, az emlékek, és kiderült, hogy aki nem tud táncolni, mert két botlába van, az is adta hozzá azt, hogy pirosra tapsolja a tenyerét, amikor a táncolni tudók táncolják a Kállai Kettős. Polgármester úr tud táncolni? Nem tudom. Na, valamikor jártam én is gyerekként néptánc oktatásra, de amúgy nem tudok táncolni sajnos, és nagyon sajnálom ezt. Most az időnk elfogyott, ezért nem is kérjük arra, hogy így most van. Ebből valamit is bemutasson, sokkal inkább csak tényleg egy gondolat erejéig, hogy ezeket a kincseket, vagy magát a nagykárúliak vendégszeretetét és a kultúráját legközelebb mikor ismerhetjük mi, meg akár egy ilyen városi rendezvény formájában? Hát fesztiváljunk lesz majd, lesz sörfesztiválunk, lecsófesztiválunk, és a Néptánc Fesztivált szeretnénk megrendezni, helyhiány miatt nem rendeztük meg ebbe az évben, de egyébként az a harangodon és a helytörténeti kiállításon a Szilágyi házban bármikor, bármelyik nap várjuk a megyéből érkezőket nagy szeretettel, és megpróbálunk méltóképpen vigyázni erre az értékre, a Kállai Kettős táncra, népdalra, úgyhogy az utókornak is vigyázzunk erre az értékre. Köszönjük szépen. Köszönjük. És még az egy fél mondat, hogy a Zenetudományi Intézetben átvett DVD-ről a régi felvételeken is meg lehet tekinteni a Szilágyi István Emlékházban bármikor. Köszönjük még egyszer, és szívből gratulálunk valamennyi nézőnk nevében is. Köszönjük. Mi pedig programajánlóval folytatjuk műsorunkat.